A Magyar Nemzeti Bank 4 év alatt megújítja a jelenleg forgalomban lévő bankjegysorozatot, és újra tervezett, továbbfejlesztett, a hamisítás ellen az eddigieknél jobban védett bankjegyeket bocsát ki. Ezúttal stábunk arra volt kíváncsi, hogy a járókelők kit látnának szívesen az új forintokon. Fogalmam nincs, nem tudom. Igazából annyira nem érdekel engem ez a dolog. Pákót. Magamat. Senkit. Széchenyit. Arnold Schwarzenegger. Kossuthat. Puskás Ferencnek azért lehet örülnék. Wiz Khalifa, Snoop Dogg, meg hasonló. Karin. Melyik címletem? Hát a 20 000-esen. Talán valamelyik híres színészt. Petőfi visszajöhetne, Kossuth. Ezeket kár, Rákóczi, ugye a régi pénzek azok szépek voltak, nekem tetszettek. Lehetne Adi is, vagy József Attila, vagy valamilyen tudósok. Például mondjuk a Rubik. Fogalmam sincs, de nem Orbán Viktort. De hát miniszterelnökök is voltak régen, akik megérdemlik, hogy őket tegyük a papírpénzünkre. Gyurcsányt. Az Intelte látni egy olyat, hogy új 40 000 forintos, és az Orbán Viktor képen. Hát most ezt ki akarja látni, most őszintén. Üres lenne a helye? Igen. Hogy volt? Mert mindenki odaférne. Mindenki? Hát nyilván. Mindenki magára nézne, és akkor azt magát látná ott.